Szabó Andrással, az iskola igazgató helyettesével beszélek az iskolai képzésről. Azt szeretném megkérdezni, hogy az iskola milyen képzést kínál az informatikusok részére? Az iskolánkban ugye három területen folyik az oktatás, vegyipar, környezetvédelem és informatika. Én most az informatikai képzésekről fogok beszélni. Az informatika szakmában ugye három nagy terület van, amivel foglalkozik. Ugye az egyik a fejlesztő típusú szakképesítések, a másik a rendszergazda típusú szakképesítések, üzemeltető típusok, a harmadik pedig a hardveres ilyen szerelők között. Az iskola ezek közül két szakképesítést kínál, a programozó, szoftverfejlesztő szakképesítéseket, illetve a rendszergazda, hálózati rendszerek üzemeltetői szakképesítéseket. Mind a két szakképesítésnek vannak úgynevezett speciális irányai, például a programozóknál a mobilfejlesztő vagy internetes alkalmazásfejlesztő, a rendszergazdák esetében pedig mondjuk a hálózati biztonsággal foglalkozó szakemberek, vagy a Cisco-val foglalkozó szakemberek. Ezek a specialitások mind-mind be vannak épülve a képzéseinkre. És az itt végzett tanulóknak milyen esélyei lesznek később a munkaerőpiacon? Ez egy jó kérdés. Nagyon sokszor fölteszik azt a paradoxon, hogy hogy van az, hogy azért Magyarországon elég sok informatikust képezünk, és mégis az informatikai szakmákból hiány van. Ennek a feloldása az, hogy jó informatikusból van hiány. Tehát attól, hogy valaki ezt a szakmát elvégzi, akár ilyen középszinten, technikusi szinten, vagy egyetemi szinten, attól ő még nem biztos, hogy a munkaerőpiacon érvényesülni tud. A mi képzési rendszerünk, mivel elsősorban gyakorlati jellegű ismereteket próbál a tanulóknak megtanítani, ezeket sajátítják el, sokkal közelebb áll a munkaerőpiac igényeihez, mint mondjuk egy egyetemi típusú vagy főiskolai típusú képzés. Azt kell, hogy mondjam, és ez a különböző szakmai gyakorlatok tapasztalata, hogy például, hogyha a tanulóink kimennek szakmai gyakorlatra egy céghez, ott eltöltik ezt a 6-8 hetes szakmai gyakorlatokat, akkor a tanulóink 80%-át ott fogják a cégeknél, tehát azonnal állást tudnak nekik biztosítani. Az elmúlt évek azt mutatták, és ugye elég sok céghez járok az elmúlt években, nagyon sok petrikes gyerekkel találkoztam, végzett tanítványokkal, tehát nem csak, hogy el tudnak helyezkedni, hanem meg is ragadnak ezeknél a cégeknél, és sikeresek tudnak lenni a saját területükön. És mi a Petrik Lajos Szakközépiskola erőssége? Miért ide jelentkeznek? Miben más ez, mint más iskola? Két olyan terület van, amit szeretnék kiemelni. Az egyik az iskola eszközfelszereltsége. Bátran állíthatom, hogy az országban szinte egyedülálló eszközparkunk van, mind a szoftverfejlesztőknek, mind pedig a hálózati rendszergazdáknak. A másik pedig a tanárok. Ugye jellemzően itt elég fiatal tanárok vannak a Petrikben az informatika területén, akik friss tudással rendelkeznek, és ugye olyan dolgokat tudnak tanítani, amelyek korszerűek, újszerűek, és sokkal jobban érdeklik a diákokat. Köszönöm szépen! Köszönjük!